Célszerű a H2-es vezérlő számára egy külön munkamenetet létrehozni a MAH-ba. Én ezt már előre megtettem, ezért csak el kell indítanom. Ez azért jó, mert különböző gépekre különböző beállításokat is meg tudunk valósítani. A legfontosabb beállításokkal kezdeném, amit a config menüben tudunk elérni. Először be kell állítani az alapértelmezett mértékegységet, ami célszerűen milliméter nálunk. Utána a motorokat kell beállítani, illetve a portokat. Legfontosabb beállítás a kernelsebesség, amit itt látunk. Ha a számítógépünk elég gyors, akkor lehetőleg használjuk a 65 kHz-es beállítást. Minden kernelsebesség állítás után ki kell lépni a programból és újra kell indítani. Ez nagyon fontos, egyébként nem hajtja végre a változtatásokat. Be kell kapcsolva legyen a port 1-es, ami beépített LPT portok esetén, például asztali számítógépeknél az alapértelmezett cím maradhat. Notebookok esetén, vagy külső bővítő porttal ellátott gépek esetén meg kell keresni a megfelelő portot, és a portszámot, és azt kell ide beírni. A kettes port, hogyha nincs használva, nincs második LPT portunk, akkor ne legyen kijelölve. Nagyon fontos, a share line fél pulse mód be legyen jelölve. Enélkül a vezérlő bizonytalanul és hibásan fog működni. Ha ez megtörtént, alkalmazzuk. Utána menjünk a motorok kimenetéhez. Itt a képen látható módon kell beállítani őket. Engedélyezni kell a megfelelő számú motorokat, ami X, Y, Z, illetve A lehet. H2 esetén ugye maximálisan 4 motort használhatunk. Meg kell adni a step és a dir pin számokat, ami átengedés esetén 3-2. Nagyon fontos, hogy az összes motornál a step lob aktív ki legyen jelölve. A step port, dir portok egyesek legyenek. Tehát itt a képen megfelelő, a leírásban megfelelő módon kell beállítani. 3-as, 2-es, 5, 4, 7, 6, 9, 8-as számokkal. Ismétlem, ez nagyon fontos. Ha ez megvan, akkor alkalmazzuk őket. Utána mehetünk a bemenetekre. Itt látjuk, ha végállásként akarjuk használni a bemeneteket, akkor a képen látható módon kell beállítani őket. Az X++ az X-tengelyünk maximális véghelyzetében szerelt kapcsoló, a Y- a X-tengelyünk minimális véghelyzetében, tehát a másik oldali végállás kapcsoló, ami célszerűen egyben ugyanaz a home kapcsoló is, ilyenkor referencia pontot automatikusan fel tudjuk vetetni a programmal. Ezt 4 tengelyre, tehát egész A-ig meg tudjuk adni. Látható. Természetesen az enable-vel engedélyeztetni kell a bemeneteket, tehát X-től egészen az A home-ig engedélyezzük enable-vel. A port szám az mindig egyes, mivel csak egy darab LPT-t használunk. A pin szám pedig attól függ, hogyan kötjük be a csatlakozót, az input csatlakozót. Itt egy mintát láthatnak. Ebben az esetben a 10-es pinre táblázatban meg lehet keresni a leírásban, hogy ez melyik csatlakozó. Ha jól emlékszek, a 2-es csatlakozóra van kötve az összes maximális véghelyzeti nyomógomb. 10-es, 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 10-es. Ezek párhuzamos kötésével, ha bármelyik véghelyzetbe fut a CNC gépünk, akkor le fogja állítani a programot. A véghelyzetnél gyakorlatilag egyetlen egy bemenetet használunk az összes kapcsolóra, mivel hogyha bármelyik tengely véghelyzetre megy, akkor már úgyis selejtet gyártott a gép, tehát meg kell állítani a programot. Nem így van viszont a egyes tengelyek a minimális, tehát az alsó másik végpontjánál, ugyanis ezeket külön-külön meg kell adni a gépnek ahhoz, hogy a referenciapontot meg tudja érinteni a program. Itt látszik az X-, ez a véghelyzet, X-tengely véghelyzet, illetve az X-home, ez a home kapcsolója. Ugyanazt a kapcsolót használjuk, ezért ugyanarra a bitre kell, itt a 11-es bitre kell állítani. Táblázatból megkereshető, hogy ez melyik pontja az input sorkapocsnak. Ebből itt látszik is, hogy a 11-es állítottuk az X-et, az Y-, és home-ot a 12-esekre, a Z-home-ot
és a z mínusz mínusz a 13-asra, valamint az a tengely, a mínusz mínusz a homot a 15-ösre állítottuk. Az összes többinél fontos, hogy az aktív lóv ne legyen kipipálva, tehát az összes bemenetnél. A nyomógombok most nem érdekesek, mert ki van nekiszelve az emulátor. Fontos még a biztos működéshez az e-stopnak a beállítása. Legyen kipipálva, nullás portra legyen rakva, ebből látszik, hogy ez egy virtuális port, tehát ez nem egy valódi port. Az aktív low fontos, hogy ki legyen pipálva, egyébként tévesen időnként le fogja állítani a program futását e-stoppal. Ha ezek készen vannak, szintén alkalmazzuk, jöhet a kimenet. Az output egyest állítsuk be, ez lesz a relénk. A szintén engedélyezni kell, a portszám 1-es legyen, illetve 14-es pin számmal tudjuk a relét majd működtetni. Ha használjuk az expanzión portot, akkor példaként itt be lehet állítani az output 2-t, output 3-at, szintén természetesen engedélyezve 1-es portra. Az egyik 17-es, a másik 1-es. Leírásban megtalálható, hogy melyik pontja a 17-es, illetve melyik az 1-es. Fontos, hogy az aktív low ki legyen pipálva, hisz a H2-es vezérlő invertálja ezeket a kimeneteket. Ha ez megvan, a relénél természetesen ezt nem kell invertálni, akkor alkalmazzuk ismét az egészet. Utána már csak a relé beállítások jönnek. A relénél, ha a disassembly spindle relay-t kivesszük a pipát, akkor az output 1-hez állítva tudjuk majd elérni a felületről a relé működtetését, illetve az megfelelő M3-M4-es parancsokkal lehet elérni ugyanezeket a dolgokat, tehát ennek megfelelően kell beállítani. Itt megadható a relének a relé által vezérelt például maró motornak a felpörgés ideje másodpercben, az up az a felpörgés mind két irányba, a down az a megállás szintén. Ennyivel késlelteti a végrehajtást a program, tehát megvárja, míg a motor felpörög, illetve ha meg kell állni, akkor megvárja, míg leáll a motor. Ha ez megvan, szintén alkalmazzuk. Ha ezzel készen vagyunk, akkor okoljuk le az egészet. Ezután már csak illetve még két ablakot kell beállítani. Célszerűen a motortuningot folytassuk. Fontos, hogy a vezérlőnek az időzítéseit beállítsuk, tehát ez a beállítás, a step pulse 5, dir pulse 5-ös, ez meglegyen. Ha ezek megvannak, akkor okoljuk le és újra lépjünk be ebbe a menübe, ellenőrizzük, hogy tényleg letárolta ezeket a beállításokat. Utána az egyes tengelyeknek a felbontása történik. Fontos, hogy minden tengely állítás előtt ki legyen jelölve az adott tengely, és a megfelelő paraméterezés után, felbontás, sebesség, gyorsulás értékek után le kell menteni, utána újra ki kell jelölni a következő tengelyt, szintén meg kell adni a paramétereket, megint le kell menteni. Csak így tárolja a program az egyes tengelyekre vonatkozó adatokat. Ezeknél itt gyakorlatilag a step pernél a felbontás értéket kell megadni. Arra kíváncsi a program, hogy 1 mm elmozdulására meg hány darab step impulzus kell. Ez függ a motor mikrosztepes beállításától, magától a motortól is, ugye, hogy egy teljes fordulatra hány lépést tesz. 1,8 fokos motorok esetén ez 200 lépés, erre jön rá a mikrosztepes érték. Valamint függ az áttételezéstől, a menetemelkedés orsó esetén, illetve fogaskerék áttételezésnél az áttételek eredő értéke, azzal módosul ez az érték. A sebesség értéket, ezt kísérletekkel kell megállapítani, hogy mit bír a maximális sebességet a rendszerünk. Alacsony értékről fölfele haladva érdemes majd tesztelni. A gyorsulás, ez megint a gépünk függvénye, hogy mit bír a rendszer, anélkül, hogy a motor blokkolódna. Szintén alacsony értékről, célszerűen mondjuk 20-as értékről, érdemes fölfele haladva tesztelve emelni ezt az értéket. Ezzel az értékekkel a gépünk maximális paramétereit tudjuk beállítani, amit ugye maláskor nem ez az érték lesz majd, hanem az F-kód a G-kódban, de gyors menetben, pozicionálásnál ezeket az értékeket fogja figyelembe venni. Ha minden megvan, okoljuk le, utána még egyetlen egy beállítást célszerű elvégezni. A General Config-ba az Enchange Pulsening-et ki kell jelölni, ezzel egy kicsit jobban simítja az impulzusok egyenlenségét
a szoftver, cserébe egy kicsit jobban terheli a processzort. Ha a gépünk elég erős, akkor szebb lesz a járás ettől. Ha ezt kijelöltük, okoljuk le. Ezután gyakorlatilag készen van a beállítás. Innentől kezdve tesztelhető az egyes relé, a Maró motornál a relé működése, illetve kurzormozgató billentyűk és a shift segítségével gyorsjáratba tesztelhetjük a gépünk sebességét, és lehet állítani a finom beállításokat.